Az egyik kedves néző azt tette fel kérdésként, hogy az emberekből az önsajnálatot hogy lehet kiűzni. Nem lehet. Nem lehet kiűzni, mert ez valójában az illető embernél ez egy tüneti kezelés, a konfliktusának a tüneti kezelése. El is mondom, hogy miről van szó. Tehát az illető ember öntudatlanul azt érzi, hogy ő nem mer változtatni. És azt mondja, hogy nem tud változtatni az életén. Bedugja fejét a homokba, és bekövetkezik a ráfázás, és ez annyira fáj, de azt nem mondja ki, hogy ezért én vagyok a felelős, hanem azt mondja, hogy én milyen jó ember vagyok, engemet mindenki bánt, és sajnáljatok engem, és sírjunk közösen, és szidjuk a csúnya világot együtt, mert akár hiszitek, akár nem, vagy hiszik, hogy nem, kedves nézők, ezzel valójában egy sorsközösséget alakítok ki, mert így találkozik a sok rinya együtt, akik együtt rinyálnak. Tehát ez egy közösség. Mint ahogy az online felületeken is sokszor lehet látni ilyen embereket, akik közösen szidják az adott folyamatokat, vagy siránkoznak, az egyik rátromfol, még jobban rátromfol. Tehát valójában ez a nem tudatos, felnőttnek látszó ember reakciója. Ha ennek oki kezelését nézem, ez csak akkor fog megszűnni, hogyha az illető embernél kialakul a felnőttség és a felelősségvállalás, nem csak racionális, hanem érzelmi szempontból is. A sírdogálás nagyon érdekes, hogy azért szűnik meg olyankor, mert rájövök arra, hogy a sírdogálással nem csak energiát pocsékolok ilyenkor, amikor már tudom, hanem legfőképpen időt. És minek? Bekövetkezett a trauma? Nem akartam észrevenni az intő előjeleket? Vagy csak egyszerűen fáj? Hát fáj. Hát akkor bömbölök, sírok rövid ideig, de utána elkezdek azon agyalni, hogy akkor hogyan mászak ebből ki. Én azt gondolom, ez sokkal fontosabb. Hát emberek vagyunk, tehát hibázhatunk, és hogyha hibázunk, akkor meglépjünk tovább, okulva az előzőek tapasztalatából.